A Fejérben játszó NB3 Szekszárdi UFC-re épülő Palermo és a Szekszárd Bátorszék Bonyhádi Mixből álló, a fináléban is zöld-feketében szereplő Golkár találkozott a bátorszéki fenyőkupa idei döntőjében. Az a két csapat, amely már 6-szor elhódította a serleget az utóbbi két évtizedben a fenyőkupa 37 éves történetében. Nagy meccs lett volna ebből is, most is, minden bizonnyal, ha nincs az az egy káprázatos egyéni teljesítmény, amit az UFC futballistája Vituska István az egész tornán, de főleg a döntőben bemutatott. 4 remek beszabott gól, plusz egy gólpassz az apró termető játékostól, miután kis túlzással ez is állhatott volna az eredményezőn. Vituska Palermo 6-2. Nagyon szívtuk magunkat, ugye nagyon készültünk rá, tavaly nem sikerült elinduljunk, ugye, más csapatba indultunk, ugye. Aztán most végre összejött a csapat, szerencsére mindenki megvolt, úgyhogy nagyon készültük, hogy ahogy újra együtt vagyunk, hogy véghez vigyük ugye a legvégéig, úgyhogy szerencsére az sikerült. Ez a megállapítás igaz az amatőr döntőre is, amelyen a pirosmezes Bodri halásztanya és a szintén meghatározó tavalyi győztes Speed találkozott az idén. A fekete sereg 0-2-ről nyerte meg a fenyőkupát 3-2-re.